pszichológia ugye egy körülbelül 100 éves tudomány, és a lelki pásztorkodásból, éppen annak a pásztorolás ágából, a poimenikából nőtt ki, és talán éppen azért, mert a lelki pásztorok elkezdték elveszíteni az eltéren való alkalmasságukat, nem voltak kellően szabadok, nem mentek utána az elveszett bárányoknak, és kialakult egy új szakma, a pszichológia, vagy mondjuk így a báránymentés tudománya. Ezt nem pásztorok csinálják, hanem speciális báránymentők. Normális esetben ez a dolga lenne a pásztornak is, akiről kiderül, hogy legfeljebb békeidőben és jó körülmények között hajlandó ellátni bizonyos tennivalókat. Azok is vannak, ilyen mondjuk például a bárányoknak a körmölése, vagy nyírása, vagy más egyéb tennivalók, de hát ha elveszett a bárány magára vessen. Most ezek az izgalmas kérdések, pláne akkor, hogyha megkerül az egész nyáj, és szana szétmennek. És az előbb néztem Jeremiás prófétának a szavait, aki azzal kezdi az egyik fejezetet a könyvben, hogy jaj, a hűtlen pásztoroknak. És elmondja, hogy akik hagyták szétszéledni a nyájat, félelmet gerjesztettek, bizonytalanságot, stb. És azt mondja, azt üzeni nekik az Úr, hogy majd én magam fogom összegyűjteni a népemet. És igaz, hogy hozzáteszi, hogy állítok feléjük majd megbízható pásztorokat, de ez lehet, hogy a nem hagyományos értelemben vett lelki pásztort jelenti. Hát lehet ez a jó pszichológus, vagy egy jó barát, valaki, aki elvégzi azt a feladatot, amit a pásztornak kellett volna, aki a lelki életnek ezekkel a súlyos terheivel megtanít megbirkózni, vagy legalább együtt élni, azt feldolgozni, kezelni, vagy ha szükséges, akkor vele együtt viszi ezeket a terheket. Hogy ilyen mértékben idegenedett el a magát hívőre mondó emberiség is az egyháztól, és ezen belül a kapcságokból mindenképpen ébredést kellene, hogy előidézem a papok körében is, akár a lelkészképzésben is, az is nagyon elmaradott. Most Magyarországon vagy 150 évvel vagyunk a világ normálisabb részén működő egyházakhoz képest, 150 évvel vagyunk vissza, de azt mondhatjuk, hogy ott is, ahol jobban működnek egyházak és lelki pásztorok, ott is nagyon nehezen megy a változó világ formáinak, segítési technikáinak a megtalálása, és legfőképpen az a gondolat, amit Jézus így fogalmaz meg, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Tehát nem belőlük ér, hanem értük él. És ez nagyon eltérő dolog, csak olyanokat lenne szabad lelkészként alkalmazni, akik ezt fizetés nélkül is hajlandók tenni, akik hajlandók kockázatot vállalni. De hát gyakran előfordul az nagyobb egyházakban különösen, hogy az a lelki pásztor, aki küzd híveiért, és olykor saját egyháza vezetőivel szemben is védelmezi őket, előbb-utóbb kívül találja magát a kereteken, az akol melegén, és akkor ilyenkor alakulnak ki, kezdődnek új csoportok létrejönni, akiknek hát meg kell harcolniuk a magunk harcát, és őket is ugyanez a veszély fenyegeti, hogy egy idő után a vezetőik, ha nem vigyáznak, akkor elveszítik eredeti küldetésüket és értékeiket. Minden nap saját lelkét kell a lelki pásztornak először is karbantartania, és néznie azokat a mintákat. Keresztény lelki pásztornak, Jézusra kell tekintenie, de minden hívőnek a
az Izrael pásztorára, az örökké valóra, és azt kell mérnie minden döntését, hogy megmaradhasson a szolgálatnak abban a formájában, amire világnak változatlanul szüksége van. Tehát a világ nem azt a segítési lehetőséget takadja meg, amit eredetileg a lelki pásztorok végeztek, csak rájön, hogy ha nem kapja meg, ott valahol máshol kell megkeresnie. Fennálló hatalom a maga politikai céljainak az eléréséhez mindig keres szövetségeseket. Van úgy, hogy egy-egy erős karakterű magánszemély megnyerése is elég ahhoz, hogy egy korszak jó irányba menjen, és nem csak a reformátorokra gondolok, hanem minden történelmi kor jelentős művészeire, gondolkodóira, akiknek a megnyerése az igazolja az éppen hatalmat gyakorlónak a döntéseit, vagy nem igazolja, és ha nem igazolja, akkor vagy meg kell ölni, vagy meg kell venni, vagy el kell hallgattatni, el kell érni, hogy ne jusson publikálási, megszólalási, megjelenési lehetőséghez, hanem áll be mögénk, ha kilóg a lóláb, és az emberek azt mondják, hogy ja, ha ő nincs ott a hatalmon lévő mellett, akkor nem biztos, hogy igaza van a hatalomnak. És nem kell ezen csodálkozni, vagy megbotránkozni, hogy a hatalom mindenkor ezt akarja. Az egy másik kérdés, hogy az egészséges hatalom soha nem veszik komolyan azokat, akik beállnak mögé. Tehát a normális hatalom párbeszédre törekszik és kompromisszumokat köt. Meghallgatja a véleményeket, tárgyalások útján hoz döntéseket. És nem úgy működik, hogy meghozza a döntését néhány óra, néhány perc alatt, majd utána a bebetonozott törvényei alapján kijelenti, hogy hajlandó tárgyalni. Nem is tudja az ember, hogy miről. Hát a másik féltől vár nyilván megkunyászkodást és beletörődést, és ahol ez nincs, ott pedig előveszi az erőnek, a nyers fizikai erőnek és az adminisztratív eszközöknek a módszerét. Most nem mondhatjuk azt, hogy egyszer csak a történelemben elkezdtek kollaborálni a hatalommal karrierista vezetők, lelki vezetők, papok, hanem ez mindig így volt. Ez akkor is így volt, amikor még nem vált államvallássá, például a kereszténység, vagy bibliai időkben királyi udvarokban hemzsegtek az álpróféták volt, úgyhogy az egyik oldalon volt egy próféta, a másik oldalon 400-an zengték a királynak az igazát, de a király nem vette komolyan a 400-at, komolyan vette azt az egyet, abban az értelemben, hogy mindenképpen tudni akarta a véleményét, és mikor megtudta az illetőt, bebörtönözte és belerohant a vesztélybe, mert a királyra ez is jellemző, hogy akkor is mennek a maguk feje utána, már körülöttük mindenki elmagyarázta, hogy a vesztélybe rohannak, és annak az egynek egyedül is kiabálni kellett azt, hogy végzetes, katasztrofális, ami felé az országot viszi ez a személy, annak tudatában is tennie kellett ezt, hogy börtönbe fog kerülni. Na most az ember, az emberek többsége nem harcias, és nem érzi jól magát egy örökös konfliktusban, kakaskodásban, háborúban, megosztásban, cselezésben, verekedésben, szeretne békén élni, örülni az életnek, belátni, hogy az rövid, lehetőleg minél több jót kivenni belőle, és ha lehet, akkor ezen az ember fáradozik, és ez jó. Más kérdés, hogy ez nem mindenek felett való
követelmény vagy érték, ha ezért cserébe le kell mondani az igazmondásnak, vagy az igazság kimondásának a szolgálatáról, vagy igazolni kell a hatalmon lévő erőszakosságát, szívtelenségét, embertelenségét, vagy hazugságait, akkor az így megvett békesség gyötrelmes, nem is igazán békesség, még akkor sem, hogyha az embert nagy méltóságba helyezik, ahogy mondjuk az időszámításunk környékén lévő időszakban a Herodesek uralkodása idején néha évente váltotta a hatalom a főpapokat, volt úgy, hogy egyszerre kettő is volt főpap, mert miért ne, és átnyúlt a régi megszokott bibliai eredetű öröklési rendben, és a hatalom mondta meg, hogy ki lesz az ő főpapja függetlenül, hogy a nép elfogadta el, Isten népe követte őket, és a történelem ez gyakran előfordul, mondom, az ókor óta, ez nem csak mai jelenség, és ez volt az, ami miatt mióta a világ világ. Az emberek egyszerre éltek át csalódást, és esetleg lelki élményeket is, és kellett megfogalmazniuk azt, hogy maga az egyház, vagy a vallási közösség, az jó és szép és szeretem, de akik benne az ügyeket irányítják, azok az emberek elfogadhatatlanok, és örök dilemmában élek, meddig maradjak, szabad-e nekem akkor púcsút intenem, és tovább állnom, ha elfogytak eszközeim, amelyekkel a jó útra tudom a vezetőket téríteni. Ezt senki, egyetlen generáció sem ússza meg, és ezért vannak a túlzottan béke és önön érdekeinket szerető vezetők, akik ezért mindent megadnak. Ha ők nem így lennének, azoknak a hangja sem lenne annyira fülsértő, akik az ellen felszólalnak. Hát azt gondolom, hogy egyes emberek bántóan élesebb szereplése az abból is adódik, hogy mások